És folytatjuk is műsorunkat, mégpedig egy kitüntetettel. A Gyöngyösön a művészetekért kitüntetés tulajdonosa Tomori Kinga, a Tomori Gábor Néptánciskola vezetője, aki itt van velünk online kapcsolatban. Szia, Kinga! Szia, Gábor! Köszöntöm a nézőket is! Mi pedig nagyon gratulálunk neked ehhez az elismeréshez. Kezdjük talán ezzel, hogy mit szóltál, amikor megtudtad, hogy te vagy a kitüntetett, hogyan fogadtad a város elismerését. Hát köszönöm szépen. Mindig nagyon jó érzés, mikor az ember munkáját valamilyen díjjal vagy kitüntetéssel ismerik el. Én Gyöngyösvárostól már második alkalommal kaptam ilyen művészeti jellegű kitüntetést, úgyhogy nagyon-nagyon örültem neki. És ez mindig egy visszajelzés arról, hogy értékes dolog az, amit csinálunk, hogy a város figyelemmel kíséri a munkánkat. Úgyhogy tényleg egy öröm volt. És ami számomra talán így a legfontosabb aspektusa az az, hogy amit édesapánktól átvettünk egyfajta örökségként a bátyámmal, Gerivel, azt a munkát tovább tudtuk vinni, most már 14 éve, ha jól számolok, és számomra ez a legnagyobb büszkeség. És mit jelent számotokra Gyöngyös városa? Mert hogy az elismerés az nyilván érdemben, az eredményekben büszkélkedik, de valamit jelenthet szívügyileg, munkailag. Hogyan apostrofálnád ezt? Gyöngyös nekem a szülővárosom, és itt is nőttem föl. 18 éves koromig én itt végeztem az iskoláimat, úgyhogy nagyon sok szállal kötődöm ide. A tánc felé való szeretetem is itt indult, hiszen már óvodáskoromban édesapánnál itt jártam néptáncórákra. Aztán az egyes iskolában a balettal ismerkedtem meg Búris Bea és Delbóni Kalocsai Edit révén. Ezen kívül a nagyszüleim a mai napig itt élnek, tehát rendszeresen járok haza Gyöngyösre minden hétvégén, és ami a szívem csücske, az a Tomori Gábor Néptánciskola, mint közösség, és mint egyfajta munkahely, de hát ez azért annál sokkal több. Úgyhogy nagyon sok szállal kötődöm Gyöngyöshöz, és fontos nekem. Tehát úgy veszem ki a szavaidból, hogy sokféle értéket közvetít az életedben mindez. Mire vagy a legbüszkébb, hogyha megfogalmazható ez? A legbüszkébb? Hát az, hogy tudtunk egy olyan közösséget kiépíteni ebben a városban, aminek van egy értékteremtő, egy értékközvetítő ereje, és emellett egy rendkívül jó szórakozási forma is a néptánc. Egy élmény azoknak, akik ehhez a közösséghez tartoznak. Ugye a néptánc tartást ad, magabiztosságot ad, a kultúrát ápolja, a néphagyományt közvetíti. Hogyan adod át ezt a tanulóidnak? Hát igyekszem a legjobb képességeim szerint. Nekem ez így mindig is a természetes nyelven volt a néptánc, mert ebbe születtem bele, és ilyen módon is próbálom továbbadni, tehát hogy ez ne egy ilyen nagyon tanult dolog legyen, hanem épüljön be a hétköznapjainkba. Ezen az úton szerezzünk barátokat, együtt járunk el olyan programokra, amik valahogy kötődnek a néptánchoz, a néphagyományhoz, és legyen ez egy szórakozási forma, amellett, hogy nyilván nagyon fontos értékeket tanulunk meg ezáltal már egészen kicsi gyerekkortól. Hogyan működik itt ez Gyöngyösön? Hányan vagytok jelen pillanatban? Körülbelül 50-en tartoznak a mi néptánciskolánkhoz. Ez egy családi vállalkozás, úgy is mondhatnám. Három csoportban működünk. Most a legkisebb korosztályok már ifjúságiak, tehát a középiskolások, aztán vannak az egyetemisták, és vannak még fiatal felnőttek is visszajárnak hozzánk, szerencsére táncolni, akik már akár elmentek Gyöngyösvárosból, és komoly munkahelyeik vannak, de még mindig tudunk számukra olyan opciót mutatni, ami miatt szívesen járnak vissza, és szívesen áldozzák erre az idejüket. Mi az a helyi koreográfia, vagy az a helyi kultúrtörténet, amit itt képviseltek Gyöngyösön, esetleg valamilyen fellépés területén? Nyilván a Kárpát-medence teljes területéről igyekszünk táncokat elsajátítani, de azért igyekszünk a
mondjuk a gyöngyös, az a heves megyéhez közelebb álló anyagokkal is megismerkedni, és ezeket be is mutatjuk a helyi rendezvényeken, amin gyakran fellépünk szüreti napokkor, bornapokkor, augusztus 20-án a kenyérszenteléskor is jelen szoktunk lenni. Úgyhogy azért az jó dolog, hogy ott tudunk lenni ezeken a rendezvényeken. Hát kíváncsi is rátok a közönség, 2023-ban milyen terveitek vannak egészen konkrétan, van-e már valamilyen prognózis? Igen, most már itt a tavasz lassan, úgyhogy beindulnak a városi rendezvények, azokon is láthatnak majd minket a nézők, valamint július 1-én szombaton rendezzük meg a Néptánciskola saját szervezésű gáláját, ahova szeretettel várunk majd mindenkit. Azt már lehet tudni, hogy hol lesz ez a gála? Igen, a Mátra Művelődési Központban. Tehát házunk táján lesz, és nagyon fontos gyöngyösi eseményként tartjuk számon. Kinga, nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm.